Az állatkertünk egyik legújabb jövevénye az aranyhasú mongálbe kölyök, és hát nem csak azért jó, hogy ő megszületett, mert nagyon aranyos, hát a majom kölykök mindig cukik, hanem ez az aranyhasú mongálbe faj, amiben ő tartozik, ez nagyon ritka. Ugye a szabad természetben ők Nyugat-Afrikában, főleg a Kongói Demokratikus Köztársaság területén, az ottani esőerdőkben, sűrű erdőségekben élnek, és éppen az élőhelyük miatt nagyon nehezen kutathatók, részben mert rejtett életmódot folytatnak, részben meg egyéb okok miatt is nehéz ott a kutatóknak boldogulni, és ezért aztán nagyon keveset tudunk róluk. Azt sem lehet pontosan megállapítani, hogy mennyire ritkák vagy gyakoriak, illetve az biztos, hogy csökkenőben van a számuk drámaian. Ez összesen 27 aranyhasú mangábe, akit állatkertbe tartanak, 12 különböző állatkertbe. És hogyha ebbe jobban belegondolunk, hogy a világ több ezer állatkertje közül csak 12-ben van aranyhasú mangábe, akkor azt lehet mondani, hogy hát ritkábban lehet ilyen állatot látni állatkertben, mint mondjuk óriás pandát, mert azt több mint 200 állatkertben mutatnak be szerte a világon. Tehát nagyon nagy ritkaság. Itt a budapesti állatkertben viszont az aranyhasú mangábékkal már hosszú-hosszú évtizedek óta foglalkozunk, és nem csak hogy tartjuk őket, hanem a múltban is rendszeresen szaporodtak. Úgyhogy ha mondjuk az elmúlt 3 évtizedet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a néhány állatkert közül, amelyik vagy most, vagy régebben foglalkozik ezzel a fajjal, tulajdonképpen 3 állatkert emelkedik ki világszerte, ahol tényleg rendszeresen szaporodtak, komoly szaporítási eredményeket értek el. Az egyik a németországi Wuppertalban található, a másik ugye a nagynevű San Diego-i állatkert az Egyesült Államokban, és a harmadik pedig a mi állatkertünk, sőt, talán, hogyha összeszámoljuk, lehet, hogy nálunk jön neki a legmagasabb utódszám, úgyhogy Európában azért a fő központja az aranyhasú mangábék szaporításának az a mi állatkertünk. Most azért fontos a kicsinek a megszületése, mert neki a anyai ágról ugyanúgy ettől az európai állományból származik, de apai ágról az apukája egy Egyesült Államokbeli állatkertből érkezett. Tehát az meg az amerikai vérvonal, és ő az első olyan kölyök ebbe az aranyhasú mangába világállományba, ahol hát egyik oldalról európai, másik oldalról amerikai vérvonalak kereszteződnek, és ez a genetikai sokféleség fenntartását elősegíteni. Kicsi, nagyon jól fejlett, és azt lehet mondani, hogy a születése óta is rendesen fejlődik. Most már néhány hetes korban azt lehet látni nála, hogy persze hát szinte folyamatosan az anyukájába csimpaszkodik, de azért már kisebb felfedező utakat is tesz, főleg mikor az anyuka lenn van a talajszinten, és ott környéken ilyen fél méter, egy méter távolságra azért már elmászkál. Úgyhogy nagyon élénk érdeklődő jószág, de azt még nem sikerült kétséget kizáróan kifigyelni, hogy kisfiúról vagy kislányról van-e szó. Általában, hogyha egy ritka faj szaporításáról van szó, jobban örülünk a kislánynak, mert mindig a nőstények száma az, ami igazából behatárolja, hogy milyen mértékben tud az állomány szaporodni. Itt viszont, hogy az a cél, hogy ez a vérvonal minél inkább terjedjen Európában, itt lehet, hogy a hím kölyök lenne a szerencsésebb, hiszen egy hím állatnak felnőttként több utódja tud lenni, mint egy nősténynek. Ugyanakkor akár hím lesz, akár nőstény, azért mindenképpen nagyon fogunk örülni.